Május 2 egyén ért véget a közmédia 10 hete szenei útja a Csináljuk a fesztivál nyertes dalainak kiválasztása nem volt egyszerű a döntőben Varga Miklós Olágergő 6-0 dala kerülhetett színpadra 2-1 századik öntösben a válogatók közül mindössze 9 jutott be a döntőbe a győztes dal emelkedett ki a közönségen kívül Balázs Lárik. Bogi értékelte az alkotást és csak az utolsó estéről nyilatkozott, csak a műsor utolsó perceiben mondják el nekik, hogy melyik 4 dalt szeretik a legjobban és kikapja az egy helyet. Kilenáda jutott be a döntőbe az 5-0-es évektől Miklós a Miklósával és Dolhelyi Attilával döntőbe jutott, Jani Csákvecával pedig a Stak Cigarettával a 6-0-a. Aerok operájából a Kejfel Szabed Madarak Leanderrel kellett megmérkőznie a 2000-es évektől pedig Olágergővel is megmérkőzhetett a döntőben a dalért a zsűri most nem minősít csak értékel nem lesz könnyű dolga a közönségnek ma este U1987-ben a 8 évszak énekeseként került a közönség elé ezt követte a JAP. Veca és a Hamupipőke Cigarettával egy legendás dal, amely legalább annyira titokzatos, mint a szövege és zenei atmoszférája, valamint előadóinak jellegzetes Karádi Katalin 1942 legnagyobb slágerét adta elő, amelyet harmadik alkalommal adtak elő a műsorban Ladin Korda György Peter Rámek című slágerével nyűgözte a közönséget.